Sziasztok srácok! Ebben a videóban egy focis kvíz fogja eldönteni, hogy milyen játékosokat igazolhatunk le a csapatunkba. Egy kitalált csapattal a Premier League-ben és a BL-ben is fogunk indulni, a Premier League-ben a cél a top 5, a BL-ben pedig az egész torna megnyerése. 11 csapatot találhatok ki maximum, ha valamelyik nem sikerül, akkor egyel kevesebb játékos cserélhetek le a kezdő csapatomból. Amelyik csapatot kitaláltam, abból igazolhatunk bárkit. Viszont van egy limit, amit nem léphetek túl, szóval okosan kell beosztani a pénzünket. Ha tetszik az ötletem, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Nagyon remélem, hogy olyanokat fog bedobni, hogy kitaláljuk. Srácok, szerintem az a Bayern München kell, hogy legyen. Egyértelmű, hogy az a Bayern lesz, úgyhogy egyet már ki is találtunk. Nem Inter. Kinek van ukrán kapusa? Benfica. Na jó, azt szerintem nem is baj, őket nem találtuk ki. Na jó, ezt szerintem tudom. Ez, srácok, az Arsenal lesz. Ez az Arsenal lesz. Zinchenko bal hátvéd. Szerintem tudom, ez a Napoli lesz. Igen, ez biztos, hogy a Napoli, hiszen Osimhen ott van közép csatárként, úgyhogy megvan a következő csapat is. Váltok, ez szerintem Oblak a kapuba. Atletico. Atletico biztos, hogy az Atletico. És bejött az Atletico, úgyhogy onnan is igazolhatunk. Váltok, Ugarte, PSG lenne szerintetek? Szerintem igen. Jó, ez is a PSG, úgyhogy ezt eltaláltuk. Újabb csapat. Leverkusen? Igen, a Bayer Leverkusen. Nagyon jó. Hát ez szerintem ez a Juventus kell, hogy legyen. Két brazil közép hátvéd, lengyel kapus. Nagyon jó. Spanyol kapus, két brazil csatár. Nem tudom őszintén melyik csapata gondolja. Real Madrid? Az utolsó pillanatban mondtam. Porto? Ez lehet a Porto lesz. És ott van a Porto, eltaláltuk. Nagyon jó. Nézzük a 11. csapatot. Hát ez is egyszerű. Ez a Manchester City. Nagyon jó. Srácok, 11 csapatból 10-et kitaláltunk, úgyhogy irány az átigazolási lista, és töltsük meg a csapatunkat jobbnál jobb játékosokkal. Na srácok, hát itt vannak a játékosok, minden csapatból egy, de viszont ez egyben azt is jelenti, hogy a kezdő csapatban egyetlen egy játékos nem lesz ilyen extra, mint a többi. Én a játékosok felét már leigazoltam, szóval biztosan lesz pénzük, hogy megvegyük Mbappét, és érkezik is a francia csatár, hát még 4 játékos van, úgyhogy a pénzünk az bőven elég lesz erre. El is készültünk a kezdő 11-en. Itt egyedül csak az a gond, hogy ott van az a 63 ratingű játékos, aki a csapatkapitány is egyben, úgyhogy őt hát sajnos nem tudjuk más játékossal kicserélni, mert nem találtuk ki mind a 11 csapatot. És akkor kezdődjön a Premier League, nézzük, hogy milyen eredményt fogunk elérni. Az első ellenfelünk pedig a Crystal Palace. Crystal Palace hozza szólóba labdát, és el tudjuk venni, az mekkora komoly. Frimpong. Na gyere Frimpong. Jó a passz, ez is jó még, Mbappé. És Dokunak menne, de nem megy oda egyáltalán. Már 86. perc, nem, 84. perc. Doku, nagyon jó. Mbappé. És Doku kapja vissza. Doku. És Mbappénak már nem megy vissza. És így lesz vége, hát legalább nem kaptunk ki az első meccsünkön. A most következő ellenfelünk nagyon-nagyon komoly, hiszen a Manchester City lesz. Nagyon remélem, őket meg tudjuk most már verni. Kontrával jön a City. Nagyon jó passz Bob, az jó passz Haalandnak. Haaland onnan be fogja lőni, és nem, Ramsdale megmenti megint az életünket. Szólóban hozhatjuk srácok, és vannak még segítségek. De mekkora hülye vagyok, megtoltam, miért toltam meg a labdát? És 11-eshez jutunk. Ezt be kell lőni srácok most a City ellen. Ha nem, akkor tényleg annyi. Bal felső sarok. És bent van. 78. percben megszerezzük a vezetést. És ennyi volt. Megvertük a Cityt, 3 pont. A Bajnokok Ligájában az A csoportban fogunk játszani, és itt kell, hogy kiharcoljuk a továbbjutást. Az első meccsünk pedig a Bayern München ellen lesz. Nem akarom, hogy Harry Kane gólpassz kapjon. Az gyenge beadás. Davies, lepasszolják még ott a 16-oson belül, és az fölé megy. Az jó még, Doku, távolról. Neuer ott van, kipattant, és így lőjük be. De les volt. Akartam is mondani, hogy túl szép lett volna. Fú, de hülye vagyok, hogy kiléptem. Harry Kane-nek pedig óriási lehetősége van, hogy gólt lőjön, és be is lövi. Így 1-0 a Bayern Münchennek. A Manchester City után 11-es lőhetünk a Bayern Münchennek is. Ugyanoda fogom lőni, srácok. A bal felső sarokba nézzük. Hát ezt a 11-es szerintem nem lehet kivédeni. Bayern München szöglet, és szerintem kis szöglet lesz, így is van. De hülye vagyok, hogy kiléptem onnan. Nagyon jó, nem tudtak kapura találni a lövéssel. Kimmich visszapasszolja, Kimmich kapja vissza megint.
16-oson belül vannak, jön a lövés, és 2-1. Isten. És így lesz vége, hát kikaptunk az első BL meccsünkön. A Galatasaray ellen tehetjük szebbé az előző eredményünket, hát török csapatot meg kellene, hogy verjük méghozzá hazai pályán, kötelező lenne. Hosszú beadás, nagyon jó. Jól jön középre, ott van, az be kell lőni. Úgy is van Mbappé is, 1-0 így srácok. Nagyon szépen lefordulunk Mbappéhoz, rá kell lőni, és megvan a 2-0. Hosszú beadás a Galatasaraytól. Jól fejelik vissza Mertens, Mertens, és Ramsdale kivédi. Na hát srácok, a második csoport ellenfelünket 2-0-ra megvertük, úgyhogy még nincsen elveszve semmi. A harmadik csoport ellenfelünk az a Köbenhamn, és szerintem le fogjuk szimulálni ellenük a meccset. Nézzük, hogy milyen eredmény lesz, és 4-1, hát újabb 3 pont. 10 forduló után jelenleg így néz ki a tabella, van 5 győzelmünk, 3 döntetlen és 2 vereség, és mindössze csak 4 pont hátrányunk van a Liverpool-lal szemben. Nagyon fontos meccsünk van, méghozzá a Liverpool ellen srácok, meg fogjuk tudni előzni, hiszen 2 pont hátrányban vagyunk a Liverpool-lal szemben, és jelenleg harmadikok vagyunk. Nagyon komoly helyzet adódik előttünk, de nem értem, hogy miért nem Mbappé kapja. Nem baj, Dokuval is jó leszünk. Doku, Doku, és bent van! Egy pillanatig azt hittem, hogy nem fogjuk tudni belőni, hát már szerencsétlen meccs elején meghal. Martinez, nagyon jó labda, Mbappé, Mbappé, az be kell lőni, ott is van! Megvan a 2-0. Eddig srácok könyörtelenek vagyunk. Luis Diaz, az nagyon jó passz, Darwin Núñez, elvisz az egyik védő mellett, de nem megy be, semmi nem lesz ebből. Endo, Endo, léci, vegyük el Endótól. De nem, McAllister. Szerintem lehet, hogy Szobosza nem is játszik. Salah, Darwin Núñez. Onnan szerintem rá fogja lőni, így is van, de Ramsdale kivédi, nagyon jó. 65. percben szöglethez jutunk, amit szerintem lehet le fogok inkább passzolni. Így is van, Zielinski, nagyon jó jön középre. És a fejes, megvan a 3-0. És 3-0-ás végeredménye, végül megnyerjük a Liverpool elleni meccsünket. A BL csoportkör utolsó fordulójához érkeztünk, és ahogy ránéztek a tabellára, azt láthatjátok, hogy a Köbenhamn eddig az összes meccsét elveszítette, ami azt jelenti, hogy ha a Galatasaray mondjuk nyer, és mi mondjuk kikapunk, vagy mondjuk csak egy döntetlent hozunk össze a Bayern ellen, az azt jelenti, hogy nem fogunk tovább jutni. Az első támadás a Bayerné, és ez lehet, hogy sikeres is lesz, de nem szerencsére. Rabiot hozza a labdát, de ő nem hiszem, ő lenne a legjobb opció azon a részen. Komannal lepasszoljuk, nagyon jó, és ott indulhat is Zielinski, aki belövi. Azt hittem egy pillanatig, hogy nem tudjuk belőni, srácok, megvan a vezetés. Na nézzük Mbappéval mit tudunk csinálni, most már Kingsley Komannal a labda. Nem is Kingsley Coman, Gonzalez, vagy Goncalves, vagy nem tudom ki, egy random 60, nem tudom hány ratinges játékos. És vége. Szerintem tovább jutottunk, de azért nézzük meg még a másik meccs eredményét is. Az is nagyon be fogja folyásolni, és de jól tettük, hogy megnyertük ezt a meccset. Ahhoz, hogy bajnokok legyünk, meg kell verni a Chelsea-t is. Nagyon jó, Zielinski, inkább lepasszolom. Rabiot, és inkább a kapushoz ment. 30. perc, megvan a lehetőség, hogy vezessünk egy kontrát, az nagyon jó. Dokut nem fogják utolérni. Doku a 16-oson belül, Doku! Hihetetlen. Jackson Martinez és Silva oda, mi 5 kilométerre lemaradtunk, hát Jézusom, Ramsdale megvédi az életünket. Kis szöglet, hát ez inkább ez volt a legjobb opció, és Eder Militaóval persze belelőjük a védőbe. Hát srácok, egy döntetlen és egy ponttal távozunk a Chelsea-től, szerintem ez is több, mint a semmi. 20 forduló után jelenleg így néz ki a tabella, hát 11 pont hátrányunk van a City-hez képest, viszont csak 4 pont hátrányunk van a Liverpoolhoz. A BL kieséses szakaszában a Lációt kaptuk ellenfélként, és úgy döntöttem, hogy az első meccseket mindig most a kieséses szakaszban le fogjuk szimulálni. Nézzük, hogy ó, nagyon jó, 2-0-ról szerintem tovább menjünk, úgyhogy lehet a második meccset is le fogjuk szimulálni. Na nézzük, mekkora szerencség lesz 2-0-ról, hát ha nem esünk ki, és de jó, hogy nem. 30 forduló után, srácok, jelenleg a 6. vagyunk, de hát ha Fulham lejátsza azt az elmaradt meccsit, akkor és ha nyer nyilván, akkor meg fog minket előzni. Remélhetőleg ugyanúgy szerencsénk lesz, mint a szezon első felében. Renildóval fussunk vissza, mert egyedül Silva van hátul, és a védőink nem tudom, hogy hol vannak, szerintem elmentek kávéért, de Ramsdale nagyon könnyen kivédi. Hát kb. Nem volt amúgy, mint egy hazadás. Hát ha le tudná fut, és lefutja a védőket, nagyon jó, Mbappé, az be kell lőni, ott is van, nagyon jó, végre vele be tudjuk lőni, és nem úgy, mint Dokuval, hogy kapufált levünk. Ott a lehetőség,
amikre visszapasszolom, az nagyon jó. Zielinski és oldalháló. Sőt, srácok, ennyi volt a meccs, és így nyertük meg ezt a meccset 1-0-ra. A negyed döntőben a Lipcse ellen fogunk játszani, és ezt is le fogjuk szimulálni, nézzük, hogy mi lesz ebből a meccsből. Azt a mindenit. Hát szerintem 4-0-ra nem biztos, hogy vissza fogunk jönni, sőt, úgyhogy még Doku is pirosat kapott. Na srácok, nézzük, a 4-0-ás első meccs után van egyáltalán keresni valunk a Lipcse ellen a pályán, mert valószínű, hogy nem fogunk itt sok vizet zavarni. Az lesz. Nagyon jó. Zielinski. Ott van 16-oson belül még a labda. Jó, még mindig jó. Zielinski. És mellé megy. Mbappé kellene, hogy jöjjön ott valahogy középen. És Mbappé érkezik is, de nem tudjuk oda passzolni. Hát ennyire szerencsétlenek tényleg nem lehetünk. Nézzük a szögletet. Jó, jön középre. Nem tudunk fejelni. És... ez sem megy be, hát Gulácsi, hát őt kellett volna megvegyük, csak az a baj, nem dobta be a Lipcsét. Ez szörnyű meccs volt. Hát sajnos srácok így elúszott a továbbjutás, de azért nem volt olyan rossz ahhoz képest, hogy milyen játékosaink voltak, és hát a gép saját magától lecserélte itt a legnagyobbakat a vége fele. És akkor itt van a tabella a szezon végén, hát srácok 4 pont hátrányba fejeztük be végül az 5. pozíciótól, ami szerintem nem olyan rossz, de hát lehet, hogy több is lett volna, ha kicsivel több szerencsénk lett volna. Szerintem azt a plusz pénzt, ha még rákötöttük volna a játékosokra, akkor biztos vagyok benne, hogy jobb csapatunk lett volna, és szerintem előrébb is végezhettünk volna. Köszi szépen srácok, hogy végignéztétek. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok is fel rám. Nagyon szépen köszönöm, hogy 60 000-en vagyunk, és cél a 100 000 feliratkozó. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!